Bár bejelentették, hogy lesz Szerbiában rendkívüli parlamenti választás, egyelőre nem tudni, mikor írják ki. Találgatások szerint ez valószínűleg február végén vagy márciusban történhet meg. Ettől az időponttól kezdve választási kampány következik. A szerb haladópárt képviselői támogatják a kormányfő kezdeményezését. Az izbori sú uvek dobar način i za Srpsku naprednu stranku, jedan pravi način da se pokaže šta ljudi u Srbiji misle o reformskoj politici koju sprovodi Aleksandar Vučić i vlada. Az ellenzék a közelgő választásokon együttműködésre készül. Boris Tadić szociáldemokrata pártja, Csedomir Jovanovics liberális demokrata pártja és Nenad Csanák vajdasági szociáldemokrata ligája várhatóan közösen indul majd a választásokon. Ono, oko čega ne može biti dileme, je naša želja da pobedimo Vučića. Da ga pobedimo. Način na koji se do sada ponašala opozicija u Srbiji je zapravo bio inkubator njegove vlasti. Elemzők szerint a kampányban elsősorban Vučić személyről lesz szó. Arról, ki van vele, vagy ki ellene. Az ellenzéknek nem lesz könnyű dolga, tekintettel arra, hogy a jelenlegi kormányfőnek a felmérések szerint 50%-os a támogatottsága. Az ellenzéki erők egyedüli esélye, ha összefognak, hogy minél több szavazatot szerezzenek, mondják a szakértők. Samom tom pričom, jel da imamo premijera koji je na 50%, to deluje kao najjača kampanja. Nećemo imati više priče o Kosovu i mislim da će i te priče o Zapadu i Rusiji također biti negde u zapečku. A pártoknak legalább 45, legfeljebb 60 napjuk van arra, hogy népszerűsítsék programjukat. A pártok képviselői szerint az lenne a legcélszerűbb, ha általános voksolást tartanának, vagyis az országos választáson egy időben szerveznék meg a tartományit és az önkormányzatit is. Az elemzők szerint Vajdaságban is komoly politikai harcra lehet majd számítani. Kao što će opozicija na republičkom nivou nametnuti tu perspektivu posmatranja i referendumsku i prozivaće vlast u Beogradu, tako će i SNS sigurno obrnuti stvar, pa će u Vojvodini govoriti o tome da je demokratska stranka tu 16 godina režim, da Vojvodina u tom periodu je bitno zaostala. Tako da imaćemo iz dva ugla priču o vlasti, opoziciji, uspesima vlasti ili neuspesima. A legtöbben úgy vélik, hogy a választások legvalószínűbb időpontja április 24-e lesz, mivel a rákövetkező hétvégén már május 1-e következik, ami egyben a pravoszláv húsvét ünnepe is.